Hello, welcome. Június elején utazott Máté Szalkára Jamie Lee Curtis színésznő, Tony Curtis lánya. A látogatás felkeltette nem csak a magyar, hanem a nemzetközi filmes szakma érdeklődését is. Augusztusban pedig átadták a Cukor Adolf Filmszínházat. Most egy újabb szintet lép a város. Hétfőn bejelentették, hogy 2022-ben megrendezik a Cukor Adolf Nemzetközi Filmfesztivált. Többféle kategóriában várjuk majd a jelentkezőket, ez a nagyjátékfilmektől az animáción át a rövidfilmekig fog terjedni. Itt annyi a megkötés, hogy nagyon jó minőségű filmeket kell a jelentkezőknek beadni, ami hát Adolf Cukor szellemiségét hivatott tovább vinni. Így gyakorlatilag ez lenne a fesztiválnak az egyik fő mottója, hogy a minőségre szeretnénk ráterelni a hangsúlyt. Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke azt mondta, a legnagyobb értékkel vérhetően a közönségdíj rendelkezik majd a fesztiválon. A névadói elmondata ugyanis az volt, a közönség sohasem téved. Azt várjuk, hogy minél szélesebb körbe jelentkezzenek külföldről, Magyarországról, fiatal, első filmes, később már megérett filmesek, tehát a legszélesebb kategóriákat várjuk, ugyanis itt nem a film fogja meghatározni a kategóriát, hanem az, hogy a közönség mit akar. Adolf Cukor azt mondta, hogy a közönség nem téved. A közönségnek mindig igaza van. Ezt szeretnénk látni itt is, hiszen a legfontosabb díja ennek a filmfesztiválnak az AZIF, Adolf Cukor International Filmfesztivál közönségdíja lesz. Ez lesz majd az a szimbolikus figura, amit meg lehet fogni, amit meg lehet szorítani örömmel, mint ahogy az Oscar díjat veszik át Los Angelesben. Hanosi Péter polgármester a bejelentésen úgy fogalmazott, 2015 óta rengeteget dolgoztak azon, hogy mára méltó körülményeket teremtsenek Cukor Adolf emlékének. Ha ezt nekem valaki 6 évvel ezelőtt mondja, akkor nagyon furcsán néztem volna rá, hogy megérjük ezt a pillanatot, amikor már azt tervezzük a Magyar Hollywood Tanáccsal és Cukor Adolf mai élő rokonaival egyetemben, hogy egy nagyon magas színvonalú nemzetközi filmfesztivált indítunk el, aminek valamikor 2022 nyarán lesz majd az időpontja. Az a 3 nap, amikor a közönség is dönthet a megszűrt, megfelelő színvonalú beérkezett filmekről. Szóval azt gondolom, hogy ez minden településvezető álma, hogy ennyi idő alatt onnan, idáig jussunk ebbe a gyönyörű moziterembe, a Cukor Adolf Filmszínházba. A Cukor Adolf Nemzetközi Filmfesztivál létrehozása egy együttműködés eredménye lesz, amelyben a Máté Szalkai önkormányzat közösen dolgozik a Magyar Hollywood Tanáccsal, Cukor Adolf leszármazottaival és az Origo Film Group ZRT-vel. A tervek szerint az első fesztivált jövő nyáron rendezik Máté Szalkán.